Csókolom! Hát szia, Bandikám, szia. Hát már nagyon vártalak, mert szia. Hát itt tudod, lesznek ezek a kemencés, mézes, érdekes dolgok, és már nagyon kéne a segítséget, hogy nagyon vártam. Hogy akkor nézd meg, hogy mit sütünk a kemencében. Nagyon vártam, elnézést a rollerért, csak kint hagytam, és lemerült kicsit, az akkumulátor, de összement, nem? De ezzel is tudtam jönni gyorsan. Na, ez itt a voltam. Na, akkor most fölraktam rád a kötényt, jó. És már is nekiállhatunk jó. Előkészíteni, amit beteszünk a kemencébe. Jó, jövök segíteni. Ezt nem kell egy kicsit bevizezni, mert kint volt éjszaka, ez, és akkor egy... Ezt én már vízbe beáztattam. Be volt, jó. Be volt áztatva. Egy icipici ez házi, kacsazsír. Házi zsír? Kacsazsír? Igen, igen. Ó, nagyon jó. Most mit, tulajdonképpen... Mit Jövök. Segítsél, légy szíves, mert jó. Nem hoztam. Ez Major Anna? Az Major Anna. És akkor mennyit teszünk? Nem, az kakukkfű, ja, bocsánat, kakukkfű, igen. De Major Anna ja, hát érezhettem volna, olyan nagyon jó illata van. Aha. Hát, most több edénybe fogjuk rakni, mert nem akartam tepsibe, hanem inkább... És beírdaltad. Aha. Igen. Jó, akkor még egy edény készítsek elő? Majd igen, mert van jó. Amelyiket a másikba rakjuk, ezt még utána. Sózom teszem, azért, mert... Ebbe is megy zsiradék? Kis borst is teszünk rá. Jó, mehet rá kakukkfű? Mehet rá kakukkfű is. Jó, akkor csak egy picit hintek szépen. Ó, de jó. Jó. Is teszünk. Megfordítjuk. Akkor én emelre teszem a zsiradékot. Jó. Teszem. Jó. Jaj, bocsánat, semmi megugrott, van. Megugrott. Kapós lesz, azt szokták nálunk mondani. Arra is teszünk. Jó. Ja, arra meg szeleteltet, aha. Hát csak, hogy az íz, vastag tudod, ki följön ez jó. A jó kis... Igen. Na így, Mara, rózmaringot nem teszünk, jaj, mint a gyere múltból. Már is, dehogy nem, hát vágunk le. Jó. Gyere, adok neked egy meccsolót. Jó. És itt akár ezt a... Várjál, én a másik oldalon láttam meg. Akkor másikból vágjál, Mara, van itt elég sok rozmarin. Ez gyönyörű ez az egész kert, jó. De ahogy nézem ezt a házat, azért ennek a háznak van története, nem? Ez egy régi ház, ugye, amit felújítottak? Hát ez egy nagyon érdekes történet, mert annak idején, mikor mi ezt ugye készen megvettük ezt a házat, igen. Akkor nem is tudtuk tulajdonképpen, hogy mi milyen házat veszünk igen. Meg. Átjött apukám, itt nézegettük ugye, hogy mik lesznek a felújítási munkálatok, és az apu elkezdett gondolkozni, hogy hoppá, hát szerintem nekünk itt egy rokonunk lakott. Most a régi vecsésen vagyunk, a ugye? A régi vecsésen. Ezek valaha itt lakhattak, egy pici kis szoba konyhás házban. Szerinte az ez lehetett. Addig gondolkoztunk, szomszédokat kérdeztünk, kik a szomszédok, mint tényleg kiderült, hogy ez nekünk egy családtagunké volt, ugye akitől elvették a házat és kitelepítették. És milyen érdekes, hogy mi pont ezt a házat vettük meg. Tehát ti akkor már megvettétek, hogy visszavettük, a rok... Igen. Visszavettük a családunkba, visszakerült ez a ház, amit ugye annó elvettem. No, hát milyen csak, érdekes a sors. Csak nem mondtam rosszat, viszont te mondtad, hogy mindig figyeljünk oda a főzésre. Nem lehet, hogy a raknunk kell és a parazsat kiszedni, mert ha megint itt a nagy emlékek. Ez itt a kerbebe mehet? Vele. Ez nem sok ez? Ó, hát elég? Figyelj, jó. Baja nem lesz. Jó, és akkor én kipucolom. Vagy elég az egyiket meghagyjuk. Jó, én meg akkor kipucolom, jó? A... Jó, az nagyon jó lesz, szét, mert... tudjuk minél előbb jó. Tenni. Hát gyönyörű, jó. Én ide tettem egy tálba mézet, hát a azért, méz a lényeg. Ó, hát ezért jöttem a rollerre. Amiben istenem. Egy kicsi sör, sört megőrülök. Fogok, sör. És ez tulajdonképpen, mikor már ilyen... Ragyogó lesz majd félig jó lesz, hogy már majdnem, hogy szín kell csak a igen. Húsoknak, akkor én ezzel fogom majd ezt kencézni. Aha. Mara, akkor itt kész is vagyok, jó? Jaj, de jó, akkor már rakhatjuk is be. Jó. Betesszük. Jó. Igen. Kicsi levegőt kap. És kész vagyunk. Marával beraktuk a kemencébe a húst sülni, és láttam, hogy ott a mézzel, sörrel is egy különleges anyag jön majd létre. Most pedig beérkeztünk ide, hogy a desszertet is elkészítjük. Mi lesz ez? A desszertnek úgy gondoltam, hogy szintén a mézzel kapcsolatos, ugyanis mi méhészek vagyunk, tehát elég sok mézet használunk, sok ételhez, főzéshez és sütéshez is. A sütésnél most egy kakaós mézesre gondoltam, hogy azt fogjuk ma a desszertnek megsütni.
ahhoz kérem a segítségedet. Abszolút segítek, de látom, hogy itt van az a kedvenc könyv. Én ezt annak idején láttam, rengeteg receptet elkészítettünk ebből a könyvből, a pecsis és sváb konyha. Ebben is vannak ugye még további információk. Igen, további információk is vannak benne. Nagyon sok olyan ételt készítettünk az elmúlt időben, az elmúlt adásokban, ami szerepel a receptkönyvben. Sajnos egy ideig nem lehetett kapni, mert olyan hirtelen elfogyott az első kiadás, de van egy jó hírem, hogy most van folyamatban az után nyomása a könyvnek, úgyhogy az elkövetkezendő hetekben remélhető, hogy ismét meg lehet vásárolni. Ennek nagyon örülök, akkor mondd, hogy miben tudok segíteni, hogy áll össze ez a recept? Tehát ez úgy áll össze ez a recept, hogy először is egy lábosba össze kell készítenünk, ami felmelegítésre vár, mert a mézet egy kicsit fel kell melegíteni. Tehát virágmézet használunk, vagy csak virágmézet. Igen. Tehát a sütéshez csak a virágméz jó. Tehát először is azzal kezdjük, hogy belerakunk 20 deka cukrot, 2 egész tojásra, 2 kanál kakaóra, szódabikarbónából rakunk egy fél kanállal, bele 5 deka vajat, és belerakjuk a 2 evőkanál virágmézet. Sütéshez csak a virágmézet használjuk. Ezt felmelegítjük, és utána fogjuk ezt a meleg, fellangyosított keveréket a liszttel összedolgozni. Ebből lesz a tésztája. 3 cipót készítünk belőle, aztán a cipókat kinyújtjuk, és a sütőnek a hátoldalán, tehát nem belül a mély részén, hanem sütőpapíron, a sütő hátoldalán lapokat sütünk, és utána a lapok közé krém fog kerülni. Ja, hogy ez ilyen vaníliás lapokból, igen, 3 lapból, ez 3 lapos, igen, ez 3 lapos, 3 kakaós lap lesz, és közötte gyönyörű fehér krém. És akkor ez egy kicsit ilyen peremesen fog majd megsülni, és aztán utána fölvágjuk. Így van, és utána felvágjuk. Igazándiból holnap lesz ez nagyon finom, mert a mézesek azok mindig következő nap igazán finom puhák, de szerintem ma is meg fogjuk tudni. Ahogy ide érkeztünk most, ugye kint vagyunk itt az Akácosba, ez a téli szálláshelye. Ez a téli szálláshelyünk. Itt vagyunk egészen áprilisig, amíg a repce elkezd virágozni, igen, és akkor megyünk repcére, aztán így tovább a többi vándorhelyre. Most a lakásukba látunk bele, ugye? Igen. Az ott a propolis a legszélén. Itt a legszélén, amit itt látok. Az a különleges. Ez a propolis. Ebből építkeznek? Ezt használják ők szigetelésnek, egyrészt, másrészt pedig ez egy antibakteriális hatású. Tehát ez pedig az első cukorlepény, sörélesztős cukorlepény, amit adunk nekik etetésnek, meg serkentésnek. Ugyanis az a lényege az egésznek, hogy ilyenkor ugye nagyon kevés a bogár. Aztán ez a kevés bogár mennyiség, ez felfejlődik, akácra kell a csúcson lenni nekik. Tehát nekünk úgy kell a méheket intéznünk, hogy az akác virágzásra annyi méhecske legyen, hogy végig keretek legyenek bent, tehát a 10 keret megteljen csurig méhekkel, és még ennek a tetejére rákerül 2 sor keret. Itt azért már szépen lehet látni a méheket. Menjünk. És ezek mind lányok, látod? Ők lányok. Ezek mind lányok, ezek, igen, mind a dolgozó lányok. A lányok dolgoznak. A lányok dolgoznak. Ez a lefedett méz, tehát ezt, igen, még nem ették meg, a téli mézkészletet. Igen. Ezt még nem ették meg. Tehát ez a rész, ez maga a fiasítás. Igen. Ebből fog kikelni a méhecske. Hű. Tehát itt biztos, hogy van anya. Valahol ott van. Mert fiasít.
Mindenki remeg. Akkor ők hőt képeznek mostanval, hogy így nagyon rezegnek? Rezeg. Ilyenkor azért, mert piszkáljuk őket. Ugye igen. Furcsa nekik, mert egész télen nem bántjuk őket, nem piszkáljuk igen. őket. Egyébként a méhekről tudni kell, nagyon szorgalmas kis állatkák, és minél többet dolgoznak, annál kevesebbet élnek. Tehát ezek a bogarak, amiket itt látsz, ezek augusztusban kikelt bogarak. Igen. De egyébként például akácvirágzás alatt, amikor nagyon sokat dolgoznak, akkor egy hónapot élnek a méhek. Azt hiszem, hogy be is csukjuk a kaptárt, mert most még nagyon finoman lehet csak hozzájuk nyúlni. Sajnos az anyát nem sikerült megtalálnunk, de remélem, hogy bepillantást nyertetek a méhek világába, a szorgos kis méhek világába. Évi, nagyon szépen köszönöm, hogy ezt láthattuk. Gyönyörűek ezek a mézek. Azt sem tudom, hogy melyik micsoda. Csak a színét látom, hogy más-más színű. Így van, meg az íze is más. Kíváncsi vagyok, hogy ha tartasz egy kóstolást, hogy meg tudod-e különböztetni a mézeket megnyomom egymástól. Megnyomom a tetejét, és mibe? És itt vannak a kóstoló kanalak. Jó. Adok neked mindenhez. Jó, akkor megpróbálom. Kanalat. Jó lenne, ha innen kezdenéd, a maci, jó? Jó, ezt a macit, azt jó. Azzal a igen. macival kezdenéd. Macika. Az melyik méz lehet? Ó, gyönyörű szép színe van. Gyönyörű szép. Hát nehéz helyzet. Ó. Hát ez egy ilyen könnyedebb. Nem érzem annyira sűrűnek, egy könnyedebb, meg nem tudnám mondani, hogy mi ez. Megkóstolom a következőt, és egy viszonyítósabb. Adok egy másik jó, kanalat. Mert ez ilyen kis, ilyen légiesnek érzem az ízt, de nagyon finom. Igen, tehát nem is annyira sűrű hoppá, az első igen. méz, mint a többi. Itt meg milyen szép színe van, arany színe van. Tömöttebbnek érzem, nagyon finom. De gazdagabbnak érzem az ízvilágot. Nem tudnám és nem. És miért? Melyik az, amelyik talán a leggazdagabb ízvilág? Hát, legtöbbféle. Többféle van benne, tehát a méhecskék több helyről tudják összegyűjteni. Hát nem más, mint a vegyes. Vegyes. Azért érzem. Akkor a vitamin tartalma is, és minden információ is sokkal, sokkal több benne, ugye? Így van. És ugye az előbb beszéltünk róla, hogy csak vegyes virággal lehet sütni, például. Mi lehet ennek az oka, hogy csak a vegyes virág méz? Valószínű, hogy olyan az a méznek. Ugye sokkal sűrűbb is, mint amelyiket először. Ez is egy erős. Tehát az elsőhöz képest ez is egy erős. Intenzívebb nagyon, az illat. Nagyon különleges ízvilága van, és mint hogyha illatos lenne az ízvilág. Igen, az első is az, de az első az egy nagyon könnyű. Úgy mondanám, mintha az egy fröccs lenne, ez meg egy vörösbor. És akkor erre mit fogsz mondani, hogyha az volt a vörösbor? Izgulok, itt egy könnyebben jön ki. Érdekes, és könnyebben jön ki. Nézzük csak, hogy... Hó! Ugye, hogy ez a vörösbor? Tehát ez sokkal intenzívebb. Nem is tudom, hogy... De ez a többitől teljesen különbözik. A másodiknál azt éreztem, hogy sokféle információ van. Itt nagyon karakteres, de egyfélét érzek, de nagyon illatos. Akkor segítek neked. Igen. A legjobb méz a köhögések. Köhögések. Akkor negró. Hurutot jól felszakítja. Negró. Júj. Teja is júj, van a virágából. Nem kamilla, ugye? Nem kamilla. Nem. Nem. Nem bodza, ugye? Nem. H-betűvel kezdődik? H-betűvel kezdődik az a hárs. Négy betűből? Igen. Akkor ő a hárs. Ő a hárs. Akkor ő a vegyes. Igen. Akkor ezek közül, mivel az egy gyönyörű tiszta, akkor csak az lehet az akác. Az az akác, és igen. Akkor ezt nem tudom megmondani, hogy mi. Az pedig selyemfűméz. Tehát az is egyfajta virágméz. Igen. Sejemfű, vagy más néven vaddohány népies igen. nevén vaddohánynak is és nevezik. Az egyfajta nemes virágméz. Az egyébként egy gyomnövényből előállított a méhek által gyűjtött. És mi az, és amit aztán itt látunk? Még van, amit nem tudunk berakni a pumpába. Igen. Ahhoz hát is adok nagyon, neked nagyon egy új kanalat. Sűrű anyagot látok. Igen, ez aztán nem zsír, nem kacsa zsír. Ó, de fantasztikus. És... hanem ez a repceméz. Uh-huh. És szóba került, hogy a mézek milyen savasak.
Hát kivéve a repceméz, igen, mert igen. A repceméz az nem hogy semleges, hanem igen. Lugos. Mi olajat készítünk belőle, hidegen sajtott olajat, tehát fantasztikus íze van ennek is. És mik azok a kis kavicskák ott a legvégén? Azok a kavicskák, azok egészen nem más, ez a granulátum, igen. Ez nem más, mint maga a virágpor. Mint ahogy kint láttad is a méhek a lábukon, viszik, szegények viszik, hozzák be, igen. Cipelik be. Gyönyörű. És ilyenkor tavasszal nem gyűjtünk virágport, igen. Ilyenkor meghagyjuk nekik, neki. Mert ez nagyon fontos. Igen. Ugyanis a méhek azt csinálják, hogy a sejtbe behordják a méhsejtbe behordják a virágport, ráhordanak egy kis mézet, és ez lesz maga a mézkenyér. Ez a mézkenyér. Ezzel táplálják a fiasítást. Kóstold meg. Kóstolhatom? Persze, ahány darab, annyiféle ízű. Van, amelyik savanykás, van, amelyik kesernyés, de nagyon jó immunerősítő, tele van fehérjével. Aztán még hoztam neked valamit, hát ez nem jó, amit meg se tudok szólalni. Meg se tudsz szólalni. Mi? Amit hoztam neked, igen. Ez tényleg nem jó ízű, de jó, akkor mielőtt belekóstolok, ígérem belekóstolok, de mi ez? Ez a méhpempő. Méhpempő. Ez a pempő. Ezt egész mostanáig a hűtőbe tartottam, és utána is visszarakjuk az hűtőbe, mert nagyon fontos, hogy ez csak hűtve, mindig hűtve. Oxigálódik, vagy úgy mondják, igen, és nagyon, nagyon fontos az, hogy fém eszközzel nem szabad, tehát vagy műanyaggal, és vagy... És ez a mézre is érvényes? Mert valahol olvastam azt is, hogy hát igen, az sem, fa üveg, üveggel, és nem az fémmel. A legjobb, tehát nem fémmel. Nem még egyet szabad, vagy már? Persze, nyugodtan adok egy másik kanalat. Jó, nem akarom, van, igen. És aztán nyugodtan, ez a pempő. Ez immunerősítő? Ez nagyon, igen, ez nagyon-nagyon most ebben az időben akkor. Például nagyon érdekes az, ugye miért is nevezik ezt még pempőnek, mert az anya, amiből kifejlődik Pete, még pempőtől lesz sokkal nagyobb. Akkor tulajdonképpen az élet kezdetét. Az élet kezdete. Elkészültek mézes menüsorunk ételei. Nagyon szépen köszönöm a hölgyeknek, Marának és Évának a recepteket, és a tévénézőknek is köszönöm, hogy együtt lehettünk. Remélem, hogy találkozunk még. Can one is not what handler.